Választások 2022. Magabiztos Fidesz siker országosan és Dél-Zalában. Autizmus világnapja. Színes programmal készült az Alauti. Szalagyöngye 25. Gálával ünnepelték a negyedszázados jubileumot. Jó estét kívánok, Kozma Viktória vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója április 4-én, hétfőn. Lássuk a részleteket. 4. Orbán kétharmad, parlamentben a Mi Hazánk, vidéken mindössze 2 egyéni körzetet nyert meg az ellenzéki összefogás. Ezek a legfontosabb pontjai a rendszerváltást követő 9. országgyűlési választásnak. A 3. Zalai körzetben is magabiztos kormánypárti siker született. Cseresnyés Péter 25.483 szavazatot kapott, míg Horváth Jácintra, az Egységben Magyarországért országgyűlési képviselőjelöltjére 17.318-an voksoltak. Márkor a reggel 3 stábban indult útnak a Kanizsa Médiaház csapata, hogy a körzet lehető legtöbb településéről szolgálhasson eredményekkel. Így percről percre követhették olvasóink a választás helyi eredményeit a kanizsaújság.hu-n. A teljes összefoglalót a 18 órás hírblokk után nézhetik meg. Az urnazárást az átjelentkezők számára kijelölt szavazókörben, a Megyesszai Házban követtük. Itt 407-en jelezték, hogy élnének állampolgári jogukkal, végül 385-en voksoltak. Stábunk Horváth Jácint eredményváróján vett részt, Cseresnyés Péterhez nem kaptunk meghívást. Az első adatok érkezése előtt Horváth Jácint szoros küzdelmet várt. Őrületes hazugság áradattal találtuk szembe magunkat a kampányban, amit a Fidesz a saját csatornáin keresztül hihetetlen erővel közvetített az emberek felé, és el is tudta velük hitetni, ahogy itt beszélgettünk nagyon sok emberrel ezt. Nyilvánvalóan szoros lesz az eredmény nagyon-nagyon sok választókörzetben, remélhetőleg, és meglátjuk, hogy merre billen majd a végén ez az eredmény. Sajnos olyan a választási rendszer, hogy aki nyer, az, aki visz, az mindent visz. Ha mi nyerünk, akkor ez nekünk kedvez nyilvánvalóan, ha a Fidesz nyer, akkor ő neki fog kedvezni. 20:15-kor kaptuk az első végeredményt az egyik kanizsai körzetből, ezt követően folyamatosan érkeztek az információk. Már alacsony feldolgozottságnál is kirajzolódni látszott Cseresnyés Péter sikere, aki végül a szavazatok 53%-át kapta. Horváth Jácint szerint a fideszes háború vagy béke retorika döntőnek bizonyult. Azt reméljük, hogy rá fog döbbenni magyarok többsége idővel arra, hogy mi a valós helyzete az országnak, és egyszer azt fogják majd mondani, hogy elég volt a Fideszből. Ma nem ezt mondták, ma azt gondolták, vagy ma azt mondták, hogy az a pénzosztás, ami a elmúlt hónapokban jellemző volt, ami a választási siker érdekében a Fidesz megtette, ez megtette a hatását. Az a hazugság, hogy háború vagy béke, és mi háborút akarunk, ők meg békét, és a sok évnyi háborús retorika után a béke galambá változtak hirtelen, ezt elhitték nekik. Kerestük a térség régiói országgyűlési képviselőjét is. Cseresnyés Péter azonban nem válaszolt az e-mailünkre. 23:51 perc van egészen pontosan, 90% felett van már a feldolgozottsága, 0-3-as az alai körzetben. Az adatok szerint magabiztos győzelmet aratott Cseresnyés Péter, így továbbra is ő marad a térség országgyűlési képviselője. Kerestük Cseresnyés urat, már délután írtuk neki e-mailt, erre azonban 23:51 percig nem válaszolt. A magasnak mondható részvételi arány ellenére az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás eredménytelen lett, hiszen a választópolgároknak csupán mintegy 44% adott le érvényes szavazatot. Május 1-e után is maradhat a hatósági ár a hústermékeken, több elemző szerint. A megkérdezett kanizsai árusok úgy nyilatkoztak, ez az intézkedés hatalmas terhet ró a kereskedőkre. A csirkemellfilé esetében jelenleg 400 forint a különbség a beszerzési és az eladási ár között. A piaci árakba való beavatkozást ideiglenes lépésnek szánta a kormány. Az eredeti tervek szerint fokozatosan vezetik ki a hatósági árakat. Az érintett termékeket Kozári Géza hentes szerint hatalmas ráfizetéssel adják el, így a megélhetésük is veszélyben van. Megváltozott a világ, egy kicsit sajnos elszálltak az árak, a pénzek maradtak annyi, amennyi, a nyugdíjon emeltek annyit, amennyit mi is tudunk róla. Ezt az összeget tudják elkölteni azok az emberek, akik a környéken laknak, és sajnos ebből is vásárolnak. És természetesen van 2 meghatározott kormányáros cuccunk, ilyen a csirke mellfilé, ilyen a disznó comb, amit filére kiradunk, viszont hatalmas ráfizetéssel adjuk el, aminek ma már nem biztos, hogy nem megy rá a házunknak az ára, amiben lakunk.
mert hogy ezt senki nem fogja nekünk visszatéríteni, holott 400 forintos árról beszélünk különbségről. A nagykanizsai vásárcsarnok egyik húsboltjának vezetőjét is megkérdeztük. A forgalom nála nem csökkent, ugyanakkor a fixárazás neki is jelentős kiesést okoz. Azt mondanám, hogy nagyon nagy bevétel kieséssel nem számolhatunk, viszont a mínusz, amit termelünk, az nekünk rossz. Tehát a beszerzési ár több, mint amennyire adjuk. Tehát a veszteségünk nekünk elég mélybevágó, tehát övönöli ütés ez mindenkinek, nem csak nekünk, az összes kereskedőnek, mert mondom, olyan mély nyomott áron kell adnunk, ami volt október 15-én. Ugye, és ezt könnyen lehet igazolni, mert ott van a számítógép rajta, hogy október 15-én ennyi volt a farhát, ennyi volt a csirkemell, ennyi volt a sertéscsom, annak annyinak kell lenni az árának. A vásárlókkal is beszélgetett stábunk. A tapasztalatok azt mutatják, a többség kisebb mennyiségben vásárol húst, és figyeli az akciós termékeket. Nem annyit vásárolunk, mint korábban, de ezért szépen beosztjuk. Amire szükség van, azt lehet, hogy kisebb mennyiségben, de ezért vásárolunk. És főleg jön a húsvét. Nagyon boldog vagyok, éppen nem. Tehát nem tudunk mit csinálni, sajnos enni kell. Amit muszáj megvesszük. Igyekszek akciósakat venni, ahol lehet. Ha van, akkor berakom a fagyóba, és akkor nem tudok itt venni. Így próbáljuk megoldani ezt a kellemetlen helyzetet. A hústermékekre május 1-ig vonatkoznak a jelenlegi szabályozások. Autista családoknak szervezett programot az Alapítvány az Autista Gyermekekért Egyesülete április 2-án az Autizmus Világnapján. A gyerekeket különböző foglalkozások és a Napsugár Együttes, a felnőtteket kerekasztal beszélgetés várta a Pannon Egyetem Nagykanizsai Intézményében. Minden évben tartanak rendezvényeket ehhez a naphoz kötődően, hogy minél szélesebb körben felhívják a figyelmet az autizmusra, árult el Györfi Anikó. A kuratóriumi elnök azt tapasztalja, hogy évről évre egyre nagyobb az érdeklődés a családok részéről a programok iránt. Úgy érzem, hogy a családjaink a megszokotthoz képest jobban eljöttek, főleg most ugye a fiatalok pont beleérkeztek ebbe a serdülő korszakba, de ők is megtalálták a nekik tetsző programok, illetve néhány kisebb gyermek is érkezett, a felnőtteknek meg kifejezetten izgalmas volt ez a sport téma, úgyhogy szerintem jól sikerült a mai rendezvény. A kerekasztal beszélgetés során a sport egymás elfogadásában betöltött szerepéről volt szó. Kardos Ferenc szerint a sportegyesületekben itt lenne az ideje az integrációnak, hogy a fogyatékkal élők és a nem fogyatékkal élők együtt edzenek, vagy közösen vegyenek részt versenyeken. Az integráció az nem annyit jelent, hogy bedobjuk a fogyatékkal élőt az egészségesek közé, vagy az egészséges a fogyatékkal élő közé, hanem egymás megtanulásának a környezetét alakítjuk ki. Tehát ha be is vezetjük, akkor is kell egy mentor, legalább kell egy olyan, aki ezt segíti. És ilyen szempontból az én szerepem sok esetben ez a segítő szerep, hiszen én ennek a két világnak egyfajta határán vagyok, akár az egyesület révén, akár a munkahelyem révén. A programsorozat április 7-én egy beszélgetéssel folytatódik. Ennek során autista gyermeket nevelő édesanyáknak adnak tanácsot a szakemberek. 25. születésnapját ünnepelte a Zalagyöngye Táncegyüttes szombat este a Hevesi Sándor Művelődési Központban. A csoport Emléképek címmel egy válogatás műsorral készült a közönségnek a jubileumi alkalomra. Az eseményen a Gyöngyszemek zenekar, a Szikrák, valamint a Farkas Ferenc Zeneiskola képviselői is felléptek. Nem volt könnyű a megalakulás 25 évvel ezelőtt, mindenféle támogatás és segítség nélkül, de a közönség nagyon hamar megszerette a csapatot, és egyre több lehetőség nyílt. Emlékezett vissza Szakos Lilla, az együttes egyik alapítója. A csoport jelenleg 20 főből, 11 nőből és 9 férfiból áll. A tagok közül többen a kezdetek óta itt táncolnak. Alapító tagok közül hatan vagyunk, tehát ez a mag ez megvan. Vannak, akik azért az első 3-4 év becsatlakozása után a mai napig velünk vannak. Vannak, akik 1-2 évet nálunk voltak, utána meg elmentek, és van, aki már ugyanúgy
20 éve velünk táncol. Tehát azért azt elmondhatjuk, hogy nagyon a létszám persze váltakozott, de megpróbáltunk egységesek maradni. Összesen mintegy 100 táncos lépett fel a kulturális intézmény színpadán. Tóth István, a Zala Gyöngye művészeti vezetője elmondta, már tavaly szeptemberben elkezdték a felkészülést és a gyakorlást az évfordulóra. A tervezés alatt neki és a táncosoknak is jó érzés volt visszaidézni az elmúlt negyed évszázadot. Most, hogy így készültünk rá, és jöttek elő a régi fotók, ugye készítettünk egy kiadványt is a 25 évre, és úgy válogattuk, nézegettük a fényképeket, hát tényleg egy pillanatnak tűnik ez az egész, az a 25 év. Hát nagyon sok élmény, nagyon sok kaland, izgalom, felkészülés, rengeteg munka van mögötte, de így visszatekintve tényleg, mint egy pillanat lenne az egész, tényleg csak a jóra tudunk visszaemlékezni, mert hál' Isten rengeteg jó történt velünk. Az Zala Gyöngye tánc együttes stílusában az évek során nem sokat változott. A kezdetektől a hagyományok megőrzésére és minél több tájegység táncelemeinek bemutatására törekedtek. Mindez ma is jellemzi a csoportot. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. Turiportja. Kanizsa hős kapitányára emlékeztek az oskolások. Viszlát fedett pálya. Megtartották az utolsó versenyt a Kanizsa Teniszcentrumban. Portjára indultak idén is a vitézlő oskolások. A megemlékezést hagyományosan április 2-án a hős kanizsai várkapitány Turi György elestének évfordulóján tartják. A gyalogtúra előtt a kultúrájé volt a főszerep, a hagyományőrzők és vendégeik a nagykanizsai főhadiszálláson gyűltek össze. Mind a két nap, illetve mind a két program ünnepnek tekinthető, mondta el az oskolások vezetője Vörös András. Pénteken az érdeklődők megismerkedhettek Kanász Viktor Turi Györgyről szóló történelmi kiadványával, és a verselési szerephez jutott Horváth István Radnóti Díjas versmondónak köszönhetően. A zene sem maradt el, a dalokat a Kalinzsa Krónika zenekar játszotta. Én annak tudnék örülni, hogyha erre nagyobb érdeklődés lenne, és nagyobb lelki igény, úgymond. De a magunk örömére ezt mi tesszük, és nyitva az ajtó mindenkinek, aki ebben keresi önmagát. Pénteken a magyar katonai vitézséget ünnepelték a szervezők és a résztvevők, a szombati 30 kilométeres túrával pedig, mint fogalmaztak, az életet. Vörös András szerint ezzel önazonosságot tesznek, bizonyítva, hogy van bennük életerő és életkedv. Az idei már nem az első alkalom volt, hogy más településről is csatlakoztak portyázók. Várpalotával jó a kapcsolatunk. Turi György révén, hiszen ő a két város között egy kulturális köldökzsinórnak tekinthető, hiszen előtte volt ő ott várkapitány, és úgy jött Nagykanizsára, akkor még Kanizsára, és a Turi portját, a Turi György halálának az évfordulóját, azt itt mi közösen szoktuk megünnepelni. Nem a Turi György halálát, hanem ennek apropóján a magyar katona vitézségét. Április 2-án lovas és talpas hagyományőrzők indultak el a Zarándok útra, amelyet immár 12. alkalommal szervezett meg a kanizsai közösség. A 83. és egyben utolsó versennyel szombaton végleg bezárt a Kanizsa Teniszcentrum. Ahogy arról már korábban mi is hírtattunk, 11 év után felszámolják a fedett pályás létesítményt, és a helyén ruházati kereskedelmi egységet hoznak létre. A befejező megmérettetésre Sopronból, Hévízről és Marcaliból is érkeztek versenyzők, összesen 32-en. Az elmúlt évtizedben a mérkőzések során rengeteg élményt szereztek és életre szóló barátságok köttettek a kanizsai pályán Baranyás Zoltán szerint. A teniszversenyek főszervezője azt sajnálja a legjobban, hogy az utánpótlásnak már nem lesz lehetősége ilyen jó körülmények között gyakorolni és fejlődni. A versenyzők örülnek, hogy itt játszanak, de olyan szomorú nagyon. Olyan szomorú, mint amilyen én vagyok, mert hát nekem az életem volt ez a... Hát én 11 éven keresztül csináltam ezt, olyan, mint a saját gyerekemhez jöttem volna. Én minden nap benéztem ide, én mindig vártam, hogy jöjjenek minél több fiatal, és legyenek tehetségek, olyanok, mint a Füle Zsolt, Füle Matyi, vagy Dominik Sanyi. Harmadszor jött Nagykanizsára versenyezni Babos Dániel. A sportoló Sopronból érkezett, és 10 éves kora óta teniszezik. Amit szeretek a teniszben, igazából a állandó küzdelmet és a kihívást, hiszen szerintem ez egy nagyon nehéz sport, mint fizikálisan, mint mentálisan, és nagyon erősnek kell lenni, és ott kell lenni minden pontnál és pillanatban. És úgy gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek
jó dolog, hogyha ezt a sportot űzi. A szülei is teniszeznek, ezért próbálta ki Vukic Vanda 6 éves korában a sportágat. Úgy érzi, nagyon nehéz helyzetbe került azzal, hogy bezárják a centrumot. Én vagyok az egyetlen igazolt játékos, és így nagyon kevés emberrel tudok játszani, igazából csak felnőttekkel, és mivel most bezár ezért, hát nem fogok tudni, hogy játszani, kivéve kint a salakon. Baranyás Zoltán szabadtéren is folytatja a szervezést, télen és rossz időben pedig az új udvari pályán folytatják az edzéseket. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Választások 2022. Magabiztos Fidesz siker országosan és Dél-Zalában. Autizmus világnapja. Színes programmal készült az Alauti. Szala Gyöngye 25. Gálával ünnepelték a negyedszázados jubileumot. Ez volt a Kanizsa TV híradója április 4-én, hétfőn. Híreinket megtalálják honlapunkon, a kanizsatv.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen most következik a választási összefoglalónk, majd a Dombvidék Vince Adéllal. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép estét kívánok, viszontlátásra!